Polizei, Polizei! A 10. futam a Jetski Obén, egyben az utolsó is, így az Omsky-tónak jutott az a szomorú feladat, hogy elbúcsúztassa a vízirobogókat a hazai vizektől. Fázom. És akkor miért jött ki? Azért, mert szurkolok, szeretem a sportot, a Jetskit különösen. Miért nem öltözik fel jobban? Jó ez így, az előbb még sütött a nap. Repro. Most a limited bajnokság az biztos lett, illetve most modifiedban második. De az ezüstnek is örülök. Víz nem volt hideg, viszont én nagyon fáradt voltam, mivel nem aludtam előtte. Sokat bulisztál tegnap este? Igen, természetes. Volt egy jó hónappal ezelőtt egy inszarak szakadásom, amiből most kezdek kigyógyulni. Az legutolsó versenyen ez erősen meg is látszott, abszolút nem tudtam rá készülni, akkor csak harmadik lettem. Most az utóbbi héten kezdtem el edzegetni egy kicsit, és most kezdek úgy visszatérni a régi önmagamhoz. Sajnos ez nagyon, majdnem a bajnokság ment rá erre az inszalag szakadásra, ami még most sem gyógyult meg. Milyen helyezéseid voltak a 10 futam alatt? Hát a 10 futam alatt volt elég sok első helyezés, meg azt hiszem volt 2 második vagy harmadik helyezés. De a lényeg az, hogy elég volt. Elég volt, igen. Most az utóbbi pár futamban megszorongattak, főleg a sérülésemnek köszönhetően, de azért sikerült megnyernem a bajnokságot. VB egy távoli álom. Miért távoli? Hát lassan indulás van. Hát lassan indulás van, de én úgy érzem, hogy nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy a VB-n elinduljunk. Éles harc volt itt a világbajnoki kiküldetésért. Seres László volt a biztos induló eddig. Bajnokságot is megnyerte magasan, tehát ő biztos induló. Álló limited kategóriában Sárfi Donát a biztos induló. Álló modified kategóriában a magyar bajnokot nem engedték indulni, hiszen sportszerűtlen viselkedett és balesetet okozott az EB-n, ezért az Európa és a Világszövetségét kizárta. Sümegi Lászlóról. Sümegi Lászlóról. Runabout limited modified kategóriában Benyó Miklóst. Kaptunk még 2 kategória lehetőséget, de ezek kifutó kategóriák, 640 köbcenti alatt ilyen gépeink nincsenek, ezek 93-as modellek. Erre kell választanunk egy versenyt, illetve egy olyan versenyt, aki vállalja ennek a költséget. Tehát egy új gépet kell akkor összeállítani? Egy új gépet kell összeállítani. A fő szponzora a Jetski Szövetségnek a Postabank. Most tárgyalásokat folytatunk a Providenciával, és a Providencia is vállalt ebből egy kis összeget, tehát a Providencia és a Postabank lesz a fő szponzorunk. A felsoroltakon kívül Vadnai Gáborral, Nimmerfall Manfreddal és Járányi Istvánnal találkozhatnak magazinunk következő számában a világbajnokságon. Egyébként megszületett a magyar bajnokság végleges eredménye. A kategória győztesek Sümegi László, Sárfi Donát, Pellei Sándor, Benyó Miklós, Major Sándor, Seres László és Czapkó József.